Lezárt folyosókon már zajlik a munka, a Dunaújvárosi Egyetem főépülete teljes átalakuláson megy keresztül az elkövetkező bő egy évben. 4,7 milliárd forintból korszerűsítik a pincétől a padlásig. A projektet a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke jelentette be sajtótájékoztatón. A homlokzat is meg fog újulni, kap egy hőszigetelést, egy kőzetgyapot, tehát egy szellőző hőszigetelést, egy festéssel, de amit kell a bejáratnál, meg egyéb, azt próbáljuk eredeti állapotba megőrizni, és tulajdonképpen egy komplett tetőcsere is lesz. Az is eredeti állapotba visszaállítva, persze nem az a fedőanyaggal, és akkor a parképítés is benne van, és tulajdonképpen minden tanterem megújul, minden vizes blokk. Az informatikai rendszerek megújítása is megvalósul egy önálló szerverterem funkciójú helyiséggel kiegészítve. Az egyetem rektora üdvözölte a projektet, dr. András István szerint az épület megérett a korszerűsítésre. Vannak olyan részei az épületnek, amelyekre nagyon ráfér, hogy felújítsák, a tetőszerkezet, héjazat tipikusan ide tartoznak, és vannak olyan területek is, amiket újra gondoltunk a házon belül. Ezeknek a megváltoztatása egy-egy fal áthelyezése, az új terek kialakítása, azt gondolom, hogy ez abszolút egy hát ha mondhatom, hogy stílusában egy abszolút 21. századi, és korszerűségében is egy mai kor színvonalát talán meg is haladó épületté fog válni. A magyar kormány fontos feladata minden olyan beruházás ösztönzése, amely a hazai kulturális javak és az épített környezet megóvását szolgálja. Kiemelt cél pedig, hogy olyan építészeti megoldások jöjjenek létre, amelyek hosszú távon maradandó értéket képezve szolgálják a jövő nemzedékek érdekeit, fenntarthatóak és energiahatékonyak. Ezt mondta a sajtótájékoztatón a térség országgyűlési képviselője, a Fejér vármegyei közgyűlés elnöke pedig arról beszélt, hogy a felújítás nemzetközi szinten is megállja a helyét. 21. századi körülmények kerülnek megteremtésre az itt oktatók, itt dolgozók és az itt tanulók számára. Láttam a látványterveket, ismerem a műszaki tartalmát a mostani fejlesztésnek. Tényleg megjelenésében, elhelyezésében, felszereltségében, informatikai hátterében egy olyan műszaki tartalom fog megvalósulni, amely azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is meg fogja állni a helyét. A felújítást mintegy 3 milliárd forinttal támogatja Magyarország kormánya. A tervek szerint 2024. szeptemberére, de legkésőbb 14 hónapon belül befejeződik a munka.